1,7 millió forint. Átlagosan ennyiért lehetett piaci áron venni egy hektár termőföldet tavaly Magyarországon. Ez a szám bő 7%-kal magasabb, mint egy éve korábban volt, a hasonló mértékű folyamatos drágulás pedig évtizedek óta tart. Megyénkben az országos átlaghoz hasonló áron 1,8-2,2 millió forintért lehetett egy hektár földhöz hozzájutni. Az ár ugyanakkor nagyban függ a telek megközelíthetőségétől. Érdekesség, hogy országosan a legmagasabb termőföldárak épp a szomszédos megyében, Hajdú-Biharban, míg a legalacsonyabbak Zalában vannak. Megkeressük az Agrárkamara megyei elnökét, aki kérdésünkre azt válaszolta, a folyamatban közel játszik, hogy sokan befektetési céllal vásárolnak földet, és érdemi munkanélkül csak a hasznot hajtják be róla, miközben helyettük a kisembereket kellene földekhez juttatni, hogy helyben meg tudjanak élni. Ehhez lehet, hogy jogszabályi változások kellenének, vagy az emberekre jobban hatni azzal, hogy valakinek már 4000 hektárja van, és lesz neki 4002 hektárja, az ő életmódját már nem befolyásolja, viszont annak, akinek 20 hektárja van, az lesz 22, azon viszont nagyon sokat segíthetne. Aki nem maga műveli, azokat lehet, hogy hátrább kellene sorolni azokkal, akik pedig azzal küzdenek, hogy az ő életük megváltozhatna azzal, hogy bővíteni tudná a területét. A nehézségek hatására sok kisgazdálkodó hagy fel a mezőgazdasággal, az ő földterületeiket vásárolják fel sokszor bérbeadás céljából. Ennek hatására kevesebb kézben összpontosulnak a termőföldek, amit Rácz Imre káros folyamatnak tart. A koncentrálódás ugyanis tovább szélesíti a szakadékot a kisebb és nagyobb gazdálkodók között, miközben inkább az előbbieket kellene támogatni. Megélhetésük segítése mellett ezzel a fiataloknak is jó példát lehetne mutatni. Én úgy gondolom, hogy csak ez az egy irány lehet az, hogy a fiatalokat a vidéken lehessen tartani. Egyébként minden jól gondolkodó, jövőbe gondolkodó fiatal azt lássa, hogy elmegy a városba, ott a 8 oroszát ledolgozza, ha esik, ha fúj, a fizetése mindig megvan, nincs kiszolgáltatva az időjárásnak, minden infrastruktúra a közelébe hullik, és nem lesznek olyan emberek, akik ezt az áldozatos munkát elvállalják. Idén január 1-én lépett életbe az osztatlan közös tulajdon felszámolásáról szóló törvény, melynek hatására szakemberek szerint olyan mértékű földmozgás várható, amelyre az utóbbi 30 évben nem volt példa. A törvény mintegy 3-3,5 millió embert, több mint 1 millió ingatlant és közel 2,5 millió hektárnyi területet érint.